Máté 29. Délután felszaladok, mikhez megnézem. Van egy kis lázam. Nagy testi vágyakozásban élek már napok óta, és olyan tragikus ez. És hiába, nem lehet ettől szabadulni, hogy öregszem és fonnyadok bizony napról napra. Már elmúlt a hamvasság, a megható fiatalság korszaka, most már fanyarodik a testem íze. Érzem. Így érünk, és csak percek járnak vissza folyton, halványuló emlékkel, amikor majd nem egymásé voltunk, és ölelhettük egymást szabadon. Szomorúan élünk emiatt. Tudom, másabb lesz még művészete is akkor, ha egyszer végre boldog lesz velem. Édes, édes szentségem! Olyan megkönnyebbülés, olyan tiszta boldogság és nyugalom a mellére borulni. Gyarmati Fanni gondolatait Nyomzató Enikő, a Móricz Zsigmond Színház színművésze vitte színpadra keddeste. A Bencs irodalmi estek keretében korábban már Adi és Márai életét is megismerhette a közönség. Legutóbb viszont nem Radnóti, hanem felesége és múzsája került a középpontba. Radnóti Miklós 75 évvel ezelőtt, 1944. november elején hunyt el 35 évesen. Gyarmati Fanni viszont 102 éves koráig élt. Radnóti a hitvesi költészet remek műveit írta Fannihoz, így természetesen ezekből is hallott pár részletet a közönség. Nézem egész nap a szádat, szemedre hajolnak az ágak. Fényén futkos a fény, csókra tűnő tünemény. Tűnik, lenyújt szemedet, árnyátszik a pilla felett. Játszik a gyenge szirommal, s hull már a sötét valahonnan. Hull a sötét, de ne félj, megszólal a néma ezüst éj, kivirágzik az égi fa ága, hold bánul a béna világra. A Bencs Villa műsorát ezúttal is Karádi Zsolt irodalomtörténész szerkesztette és rendezte, Fanni 2014-ben megjelent naplója alapján. Ez Gyarmati Fanni 1935. augusztusában, a házasság kötésük előtt fél évvel kezdte el írni. Szerelmük a középiskolai tanulmányok szerint irigylésre méltó volt, a napló megjelenése után azonban megváltozott ez a megítélés. A történetekben benne van a boldogság, a boldogtalanság, a megcsalás, de mesél az abortuszairól, illetve a szovjet katonák erőszakosságairól is. Fanni Radnóti mellett íróvá vált igazából. Mi azt kerestük ennek a programnak az összeállításakor, hogy igaza van-e az irodalom történésznek, amikor azt mondja, hogy ez egy fejlődésregény, ami a naplóban volt, és igen, úgy gondoltuk, valóban igaza van, fejlődésregény. Mi azt a Fannit kerestük, és azt a Fannit akarjuk megmutatni ezen az esten, aki valóban íróvá vált, miközben Radnótinak múzsája, hitvese volt. Fanni akkor sem és később sem készült írónak, családjában a betűvetésnek volt nagy hagyománya, édesapja gyors és gépíró iskolát működtetett. Radnóti és Gyarmati Fanni is naplót írt, a költő naplója a 80-as években jelent meg, halála után 30 évig nem lehetett publikálni. Radnóti az utókor számára írta az irodalmi igényű naplóját, ezt Fanni ismerte, fordítva azonban ez nem igaz. Az irodalom történészek véleménye szerint Radnóti nem ismerte Gyarmati Fanni naplóját. Ez az írás Fanni fejlődés regényeként is felfogható, valamint betekintést ad a korabeli irodalmi életbe és saját érzelmeibe is. Május 26. Könnyű utazás. Vadonat új rajtam minden. Igazi ünneplő érzéssel is, ünneplőnek öltözve megyek az én híres szerelmemhez. Azután, ebéd után boldogan haza. Az is olyan jó, hazamenni ebédelés után. Minden pillanatot élvezek. A naplót 1946-ba zárta le Gyarmati Fanni. Iszonyat megtiszteltetés, hogy ilyen formában megismerhetem, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok közös vonás van bennünk, így ahogy olvastam az elmúlt napokban azt a szövegkönyvet, amit most elő fogunk adni és fel fogunk olvasni. Egy kemény nő volt, és azt hiszem, hogy nagyon sok nőnek lehet példakép, és az a típusú nő, aki nem adja fel, mindig megpróbálja megtalálni az életben a fontos dolgokat, és látja az élet értékét, és egy harcos lélek és ember, és kitartó, és rettenetesen sokat élt, mindezek ellenére, hogy nagyon sok mindent megélt az életében. Azért jelentékeny állomásaim nem voltak ennyire döntőek, mint ez most.
Két ember élete függ tőle. Légy velünk, Istenem. Te tudod, mi van benne és bennem, hogy csupa tisztaság és jóság ő. Egy eljövendő, szebb emberi faj előre görült ígérete. Hát ne engedd elsenyvedni így, csonkán, bevégzetlenül. Az én életem már csak az övének árnyéka. Örök társa akarok lenni, amíg csak ő is örömet talál bennem. De amint engedted, hogy együtt nőjünk és fejlődjünk, úgy vezetsz majd azután is, csak még szorosabbra forrasztasz bennünket. A Bencs Villa következő vendége Nyári Krisztián író lesz, december 10-én pedig a Több szem köztestek házigazdája, eddigi kérdezője, Kovács Dénes ül át a másik székbe.